Sziasztok, ez itt a Heti Animék Super DB Heroes-os verziója, immáron a 45. epizódjával, ami történetívet illetően az Ultra God Mission 5. része. Nagyon harciasba tudott átmenni a szálunk, és több titokra is rávilágítottak, amik közül az egyik Aiosnak az új átváltozása lett. Tényleg rendelkezik felnőttes formával, aminek köszönhetően bevált az egyik teóriánk. Láthattuk a két istennőnek a küzdelmét, ennek köszönhetően pedig Kronoa be tudott keményíteni, azonban a szerepe elesett is lett, aminek hatására Goku érkezett megmentőként, és az ultra ösztönnyel még Aiost is meg tudta lepni. Érkezett egy új Heroes játék előzetes is, aminek köszönhetően extrákat is kaptunk, de jobbára ugyanaz történik benne, mint a mostani epizódban, azonban régi ellenségek is visszatérnek benne, ezáltal megnövelődhet nagyon az izgalom. Az első jelenetben az istennőink harcát készítették elő, és mivel Kronoa köpenyben érkezett, tudható volt, hogy be fog keményíteni, ilyen esetben ugyanis mindig egy menőzés szokott lenni. Ilyesmit csinált Gandalf is a Gyűrűk Ura 2-ben, amikor kiszívta a királyból Sarumánt, mint ahogy a mérget szívják ki a sebből. A feleink rajzolása megfelelő volt, és a hangulat megágyazott annak, hogy egy végzetes találkozót élhessünk át. Nyíltan az idő tekercsekét folyik a hajsza, ezáltal Aios eléggé tisztességes mondható azzal, hogy jutalomnak ígérte a tekercseket. Kronoa győzelmével lehet, hogy be is tartotta volna az ígéretét, mert elvárható lenne, hogy az istenek szeretnek játszani. Amikor azonban rátértünk arra, hogy miért kellene eltűnniük a keletkezett idővonaloknak, lehetséges, hogy Aiosnak van igaza. Még akkor is, ha élőkről és világokról van szó, amik eltűnnének, viszont a hősnőnk lehet, hogy magát félti. Hogy az új világok erősebb ellenfeleket tudnának teremteni, hiszen ezidáig is onnan érkeztek a legerősebb ellenfelek, akik nem is tartoznak az istenek közé. Ilyennek számít Jiren, Broly vagy Goku és Vegeta is, Aios pedig igazságtalannak veheti, hogy az egyszerű halandók nagyobbakká válhatnak a felsőbbrendű lényektől is. Az átváltozása égi lett, mintha a mennyekből láthattunk volna egy előadást. Jól sikerült a rózsaszín fénysáv, amivel jellemezték a mennybe menetelt, hogy a hősnőnk levedlette az álcáját és megmutatta a valódi kinézetét. Ezzel bevált az a teóriám, hogy neki is lehet egy felnőttes formája, hiszen az eddigi kinézete inkább egy kislányt mutatott a számunkra. A hatás így annak fogható fel, mint amikor a C17-esből Super C17 lesz, és itt is az látszik, hogy egy 30-as nőt kaptunk. A ruházata utal a Kaioshinekre, és a színek használatát is jól választották, azonban a Manos cipője utal a normál kinézetére, ami egy kicsit megosztónak számít. Megőrizték ezzel a normál formájának a hangulatát, és ezzel nem hagyták el Aios női típusát, ami alapból a kistermetű nőket hirdeti. Még C17-es az átváltozásakor a magas férfiakat képviselte a GT-ben. Fokozhatták volna a hősnőnket teltebb idomokkal is, ami erősíthetett volna a komolyságán, hogy minden téren erősebb a régi énjétől. Ez ugyanis a Super C17-esnél is megvan, csak neki az izmait növelték fel, valamint a hosszú haja jelenti még a dominánságát. Az utóbbi Aiosnál is jelen van, és ahogy a haja megvalósult, róla is az szűrődik le, hogy nem csak erőteljesebbnek látszik, hanem nőként is befolyásosabbá vált. Érdekesnek találhatjuk a hátán lévő ábra mintát is, ami egyfajta auraként öntötte ábrába az időt és lényegében a felsőbbrendűségét jelképezheti. Ilyen hatása a fúzió Zamasunál is volt, ami azt jelenti, hogy Aios minimum olyan szinten van a formájával, mint a Trunksos történeti főgonosza. Ez azt is elárulhatta a számunkra, hogy mások is eljuthatnak erre a szintre, ha valaki már eljutott az istenséghez, ami azt jelentheti, hogy a jövőben más ellenségek is lesznek Gokuék számára, akik nagyon erősekké válhatnak. A legérdekesebb az lenne, ha láthatnánk a formának az ellentétes változatát. Vagyis, amikor egy démon változna át erre a formára, hiszen Zamasu nem számít gonosznak, mert ő csak a gondolatai miatt volt ennek vehető, hiszen az ereje tisztának számított. Amikor Kronoa változott át, nála is megvolt az isteni hangulat, és ábrázolásban is megragadó lett, ahogy az effektek megváltoztatták. Neki is a 30-as nő vált a képévé, amivel olyan volt a hangulat, mintha átcsöppentünk volna a Hirtelen 30 című filmbe. Viruló, szexi, 30-as. Így se találkozhattunk az idomok növelésével, noha vannak olyan kronoás bemutatások a Heroes játék alapján, ahol a hősnőnk lehengerlő vonásokkal rendelkezik. Lehetséges, hogy az ilyen vállalások túlságosan is megváltoztatnák a karaktert.
Vagy a külföldi közönségnek akartak kedvezni azzal, hogy nem mutatnak olyat, amiért a gyerekek nem nézhetik felhőtlenül a Dragon Ballt. Kronoa már korábban is megmutatta, hogy ő rendelkezik egy ilyen felnőttes formával, ezáltal nem az anime buktatta le a hősnőnket, azonban Aioszt igen. És látszik, hogy úgy tervezték a megjelenését, hogy hasonlítson Kronoáéra, hogy ezzel is kifejezzék a hősnőink egyező erőfajtáját az időúrnő státuszuk miatt. Kronoánál is van idő aura, és bizonyára a technikáik is nagyon hasonlóak lehetnek. Azonban az titkot rejtett, hogy miként maradhat meg valakinek az ereje, ha már áthatta a posztját. Aiosznak nem szabadna ugyanúgy befolyásolnia az időt, mintha nem adta volna át a posztját, hiszen ez azt vonhatná magával, hogy akkor a korábbi pusztítás istenei is beleszólhatnának az univerzum rendjébe. Akkor aztán megnőnének a bajok, bár ezzel az izgalmak is, mert nem biztos, hogy az előző pusztítás istenek nem élnek már. Lehet, hogy beleuntak a munkájukba, és ezért adták át a helyüket, vagy azért, mert erősebbek születtek náluk. És ha az előző lesz az igazság, könnyen lehet, hogy találkozhatunk Bills elődjével is, és vélhetőleg érdekes karaktert találnának ki. Aiosz megmaradt erejére, az is igazság lehet, hogy ő valójában egy időutazó, amiről korábban már találgattunk, és azért tudott megmaradni az ereje, mert a múltból van, amikor még nem volt meg az utódja. Vagy a hősnőnk egy szellem, amit szintén felhoztam egy teóriában, és az időtekercsekkel szeretne visszatérni a jelenbe, vagy abba az időbe, ami megfelelő lenne a számára. Az akció pesgését remekül fejezték ki azzal, hogy fújdogálta a szellő a hősnőinknek a haját, amikor pedig Aiosz ellőtte az óriási támadását, az erőkifejezés rendkívül DB-s lett. Jól nézett ki az effekt, ahogy sugárban tört ki, és az is minőségi volt, amikor Kronoa kivédte az erőt. A fénnyel is jól bántak, ahogy bevilágították a hősnőinket, és az is nagy számnak számított, amikor Kronoa kivédte az erőt a tükör pajzsával, amivel növelték a szentségét. A kitartását is elképesztően fejezték ki, hogy mennyire ragaszkodik a világok megmentéséhez, amik felboríthatják az egyensúlyt. De olyan, mintha ezt is bevállalná, csak hogy ne kelljen ártatlanoknak eltűnnie. És ahogy visszaemlékeztünk a legyőzött nagy ellenfelekre, bizonyosságot nyerhettünk arra, hogy milyen szép legendája van a Heroes animének. Igaz, hogy rövidek a részek, azonban mivel töretlenül jelentkezik a sorozat, összegyűlt már annyi játékidő, hogy nagyon hősies ívet tudjunk kapni a legendára. Több szál is van benne, amit hasznosíthatna a főtörténet is, ezért várom nagyon, hogy a démonok egyszer bekerüljenek a szuper mangába, és utána megjelennének az animében is. A felnagyobbodott szikrák és a tomboló erők következtében elárult a számunkra a jelenet, hogy Kronoa nem boldogult az ellenfelével, ezáltal az idő úrnőknek a csatáját Aiosz nyerte. Vagyis ő lett a csúcs bige a Heroes animében, mint amikor a fekete özvegy legáncsolgatta az ellenfeleit a Vasember 2-ben. Kaphattunk volna áldázzabb akciót is, de ennyiből is lelőhetett a számunkra, hogy kinél van a nagyobb hatalom, ennek köszönhetően pedig a szár képbe tudta hozni a számunkra Son Gokut, aki a tőle elvárható stílusban érkezett. Az a találgatásunk is bejött, hogy ő fog megjönni elsőként a főellenséghez, és amilyen naivan kérdezgetett, a jelleme pont ettől tudott emelkedőbben átmenni komolyba. Amikor Kronoa érdeklődve ránézett, mintha mi sem történt volna vele, mintha megseverték volna, olyan, mintha tettette volna a legyőzöttségét, és a tekintete olyan volt, mint egy hercegnőnek. Lehet, hogy szándékosan szenvedett vereséget, hogy Goku átvehesse a helyét és egy földi legyen a hős? Aiosz nem akarta komolyan venni az ellenfelét, ami kilógónak számít, hiszen ha tényleg uralja az időt, akkor minden tudnia kellett volna Gokuról. Nem ismerte a tetteit, és azt se tudta, hogy a hősünk rendelkezik az ultra ösztönnel, és azt is lehetetlennek tartotta, hogy egy halandó eljuthat ehhez az erőhöz. Viszont a kinézetet nem ismerte fel, és csak a hősünk sebessége miatt ítélte azt, hogy Goku az ultra ösztön erőt használhatja. Ez azt jelenti, hogy itt is megerősítést kaptunk arra, hogy Goku kinézete sajátos, és más nem nézhet ki így az ultra ösztön erővel. Az ábrázolás mesterműnek számít, és az is átjött, hogy Goku sokkal magasabb szinten lehet az ellenfelével szemben, ráadásul olyan technikákat tudott kivédeni, amiket elvileg nem is lehetne. Ahogy Aiosz tartotta, a kezét lenyűgöző pózba rakták, és bámulatos effekttel oldották meg a lövéseit. A stílója megidézte számomra a Zamasut is, amikor a hősünk elkezdte lövöldözni a lilás lövedékeit, és ahogy Goku elmozdult a lövések elől, a lazasága felért azzal, mint amikor a diszkópatkányok elkezdték mozgatni a fejüket a jó zenére.
A puszta kezes verekedésnél közepességet csíphettünk el, mert ez folyékora ezzel lett volna az igazi, ám az élmény így is megvolt. Azt kellett nekünk elhinni, hogy az Ultra Ösztön leszeretné tarolni Aioszt, és Goku egyáltalán nem nézte azt, hogy egy női ellenfele van, amivel a PC-ségnek is adtak. Nem volt brutális sem a jelenet, hogy a nézők lázongjanak az asszonyverés miatt, vagyis a készítők ügyesek voltak. Aios fokozta is a látványt, ahogy egyre több nyalábot szabadított el, és úgy volt, mintha a Piccolo technikáját szeretnék követni a hősnők. Goku ugyanúgy be volt zárva a gömbök közé, mint C-17 annak idején, végül azonban ebből nem lett semmi. Ám lehetséges, hogy Gokunak a húzása csaphatta be a hősnőnket, mivel nem gondolt arra, hogy az ellenfele képes lesz teleportálni és ezzel kicselezi. Újabb csodálkozás lett tőle azzal, hogy az azonnali átitelt se hitte volna el, hogy Goku rendelkezik vele, bár ez elvileg yardrati technika, akik nem istenek. Így számíthatott volna rá, hogy másnak is lehet ilyenje, kivéve akkor, ha a yardratiak ritkán tanítanak meg másokat a saját technikájukra, vagy akkor, ha még nem is volt erre példa korábban. Amikor ugyanis Goku megtanulta, akkora már Kronoa lehetett az idő úrnő. A hősünknek az instant kamehamehás módszere egyúttal azt is bizonyította a számunkra, hogy ezt választhatta volna akár Kefla ellen is az erők nagy tornáján, és ezáltal nem kellett volna a hősünknek ügyeskednie a lézerek ellen. Persze az a jelenet sokkal nagyobb volt és olyan élménynek számít, hogy Kefla döbbenetét azóta sem múlhatta felül semmilyen olyan akció, amiben egy férfi harcolt egy nővel. Szegény Aios ennek köszönhetően megkapta, ami járt neki, és olyan sok árasztotta el, hogy ez a kékség és fehérség teljesen bekebelezte, amit látványban is nagyon jól át tudtak adni a számunkra. Elcsíphettük azt is, hogy Aios védekezése a lefagyasztott télidőn alapul, és a hősünk ezen is áttörhetett, mintha felülírná a szabályokat, amivel magasztalták az erejét. Hatásos lett, ahogy ezzel a kékes körvonallal jellemezték a hősünknek a kimerültségét, ráadásul a végén olyan nagy durranást kaptunk, amivel lehetséges, hogy növelni fogják az izgalmakat. A hősünket veszélyes létformának ítélték, mintha olyanokat érne el, ami lehetetlen lenne, és látszik, hogy Aios be fog keményíteni. Számíthatunk tőle új képességekre, sőt, akár egy új átváltozásra is, és lehetséges, hogy úgy fogja becsapni Gokut, hogy el fogja küldeni egy másik helyre, vagy bezárja valahová, de az is lehet, hogy simán le fogja győzni. Ha azonban láthatjuk a Mester Ultra Ösztönt is, a hősnőnk még jobban kikelhet magából, és lehet, hogy átmegy HP-be, mint az egyik szőke a feketék fehéremben. Láthattuk a néhai Heroes játék előzetesben látott botos démont is, akiről kiderült, hogy ő volt Mechikabura, és ahogy megjelentették a számunkra ezzel a szellemes hatással, lehetséges, hogy ő volt a Volt Démon királynak a szelleme. Ennek köszönhetően igaz lett egy régi teóriám, hogy Mechikabura túlélhette a Szeno Trunks elleni akciót. Bizonyára meglehetett neki a saját terve, de Demigra elárulta, és mivel Demigra a tanítványaként hivatkozott Mechikaburára, ezzel igazzá vallatott egy korábbi találgatáson, miszerint a démon király pozíció nagyobb lehet, mint a démon isten. Vagy Demigra most lesz isten, ahogy a Xenoverse játékokban láthattuk. Várhatjuk, hogy milyen erős lesz most, hogy meg tudta szerezni Mechikaburának az erejét, és az is látszik, hogy a bot se lehet kispályás, sőt lehetséges, hogy az jelenti a koronáját a démon királynak. Az új Heroes játék előzetesben ugyanúgy az időúrnők küzdenek, majd Goku megnyeri az első menetet Aios ellen, de az újdonság, hogy Gohan és Goku a hihetetlen, szuper harcos erejét hirdeti. Tarles is látható benne, aki ezek szerint túlélte a korábbi harcát, és lehetséges, hogy ő is tervez valamit. Illetve Cell is jelen van, így szövetséget is köthetnek, vagy Cell hasznosíthatja a csillagharcost a saját ereje növelésére. Lehet, hogy azt fogjuk megkapni, ami Cellnek nem sikerült a GT-ben, amikor el akarta nyelni Gokut, és ezáltal Cellnek lehetne egy új formája és új képességei, amivel sokkal erősebbé válhatna. Nagyon várjuk ezáltal a folytatást. Ha nektek is megvan a véleményetek Aios felnőttes formájáról, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, szerintetek igaz lesz-e az, hogy Cell egy csillagharcossal szeretné erősebbé tenni magát. Ez volt a heti animék Super DB Heroes-os változata erre a hétre, vagyis az Ultra Guard Mission 5. része. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.